Pszichológusok, szociológusok már a járvány kitörésekor azt vetítették előre, hogy megnövekszik majd a vállások száma a karantén és a bezártság, valamint a sportolás és a szociális élet mellőzése miatt, és a bűnözés is nagyobb méreteket ölt majd. Őket igazolják azok az adatok, mi szerint az Egyesült Királyságban és Olaszországban több mint 40, illetve 30%-kal emelkedett a vállások száma. Magyarországon is vannak ilyen tapasztalatok. Az Index ügyvédekre hivatkozva írta azt, hogy a járvány alatt hazánkban mintegy 15-20 kal több bontópert indítottak. Tolna megyében azonban egyenlőre az adatok nem igazolják vissza ezt a tendenciát. A szexárdi törvényszék szóvivője azt mondja, 2020-ban csak nem 10%-kal kevesebb keresett levél érkezett a megyeszékhelyjárás bíróságára az előző évekhez képest. Átlagosan azt lehet elmondani, hogy a járás Járásbíróságon körülbelül havonta közös megegyezéssel, illetve közös megegyezés nélküli házasság felbontással érkező keresetlevelek száma 18 és 20 közötti. Ez egy átlagszám természetesen havonta változik, azonban a tavalyi évben ez az átlagszám csökkent, ez körülbelül olyan 16-18-ra csökkent, ami tükrözi azt a 10%-os visszaesést, amennyivel kevesebb vállóper érkezett a tavalyi évben. Kitanics Márk pszichológus úgy látja, ha a Tolna megyei adatokon egyelőre nem is látszik, a koronavírus járvány első hulláma szétzilálhatta azokat a kapcsolatokat, amik amúgy sem álltak biztos alapokon. A feszültség sok helyen nőtt, mert a család összes tagja otthon tartózkodott hónapokon keresztül. A gyerekek otthon tanultak, és a család több tagja távmunkában látta el a feladatait, sportolni, társaságba menni nem lehetett. Ráadásul a pszichológusok is csak online nyújthattak tanácsot a pároknak. Én azt gondolom, hogy a koronavírus járvány az katalizálta ezt a folyamatot, tehát ezek a folyamatok valószínűleg amúgy is így végződtek volna, csak valószínűleg statisztikailag jobban az években jobban eloszlanak. Inkább arról van szó, hogy felgyorsította azt a folyamatot, ami egyébként valószínűleg szintén végbe ment volna. 2019-ben ezer házasság kötésre 270 vállás jutott Magyarországon a hivatalos adatok szerint.